Bocsánat, Benkő Zsolt képviselő, mit kellett volna tegyünk ön szerint? Tessék, elmondani nekem? Mit kellett volna tegyünk? Jó, tehát miért van az, hogy ezek a közbeszerzéseink, nem az a baj, hogy mi nem adtunk hozzá forrást, ment a közbeszerzés. Képviselő, ha a közbeszerzés azt mutatta volna, hogy több pénz kell, mint amennyi az uniós támogatásból van, akkor mi hozzátehettünk volna saját forrást. Örömmel, ugye? De nem, az odáig el sem jutottunk oda. Most mondta el irodavezető asszony, hogy a kormány akadályozta meg ezt a projektet, amikor a KFF nem adott ki tanúsítványt. Hányszor lefolytattuk ezt a közbeszerzést? Soha nem adta ki. Hányszor könyörögtünk, hogy adják ki a közbeszerzési tanúsítványunkat? A KFF akadályozta meg kizárólag. Adhattunk volna hozzá közül. Simán adhattunk volna a forrást. Szemben a kormánnyal mi nem megszorítunk, mi építkezünk. Mi rengeteg pénzt adtunk egyébként oktatási nevelési célra. Igen. És a pedagógusok? Hát majd kérdezze meg, hogy a pedagógusokra valóban az önkormányzat az, aki bármiféle negatív következménnyel sújtja őket? Nem. Nem. Sem az iskolák, sem a pedagógusok bére nem önkormányzati feladat. Az sajnálatos módon az önkormányzatoktól elvették, és az a kormányzat hatáskörében van. A kormány nem teszi meg. Mi még azt is kérjük most, jó, tehát nem visszaadjuk a pénzt, mi azt kérjük, hogy azt a pénzt, amit most leállították ezt a projektet ezzel, hogy nem engedélyezték a KFF, nem engedélyezte a közbeszerzést, akkor azt a maradék pénzt, az had, vagy annak egy részét legalább, amit át tudunk csoportosítani, uniós pénzt, engedjék átcsoportosítani. Erről fogunk most dönteni. Számítunk az ön szavazatára természetesen. Kérjük a kormánytól, hogy azt a pénzt adja ide Vásárhelynek. És akkor tudunk még elszámolni például az idősek otthona felújítására, amit megcsináltunk. A szociális bérlakások felújítására, amit megcsináltunk. Jó, tehát ezekre lehet még átcsoportosítani. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg fogjuk-e kapni. Gulyás Gergely miniszter úrral volt alkalma beszélgetni erről. Röviden összefoglalva elmondom önöket, engem az érdekelt, hogy a kormány miért akadályozza ezt a projektet, hiszen uniós pénzt is bukik vele. Magyarország bukik uniós pénzt, ez uniós pénzből épült volna meg az iskolafelújítás. Miért akadályozza akkor a kormány ezt? Gulyás Gergely elég cinikus módon elmondta, hogy a kormány bőven túlvállalta magát az uniós pénz terhére. Már most 100% fölött van a lehívása, tehát magyarul lefordítom önnek, hogyha a kormány engedte volna, nem akadályozta volna meg, hogy a vásárhelyi iskolákat mi felújítassuk, akkor azt már a kormány saját pénzéből kellett volna megtegye, mert az uniós pénzt minden, ami elszámolható, már lehívták. Jó, nagyon cinikusan ez a válasz. A kormány még az unió pénzét se adta ide Hódmezővásárhelynek, mesterségesen, szándékosan, adminisztratív módon akadályozta, hogy felújítsuk az épületeinket, mint ahogy egyébként akadályozta például a szennyvíztele felújítását is. Ugye? A legnagyobb település Hódmezővásárhely az egész országban szégyen szemre, amelynek nem uniós szabvány szerinti a szennyvíztelepe. Ezt is, mi 4 milliárdból meg tudtuk volna csinálni, a kormány 16-ból akarta, majd Lázár János leállította a projektet. Igaz, veszen az uniós pénz is, teljesen mindegy. Ez nem stadion, ez nem felcsúti vasút. Ugye, leállítják Mezőhegyesnek a 3 vasútvonalából, 2 leállították a személyforgalmat, felcsúton még mindig megy. Az indokoltabb volt vajon? Jó, de nem megyünk bele a részletekbe, tényleg ne politizáljunk. A legfontosabb, tehát ön most azt kéri számon, hogy miért nem adunk mi önerőt hozzá. Nem is tudtunk önerőt adni, mert a közbeszerzést állították le. Nem is jutottunk odáig, hogy mennyibe kerül a projekt. Én személy szerint egy vásárhelyi vállalkozóval letárgyaltam azt, hogy még néhány hónappal ezelőtt is, ő november végéi határidővel rendkívüli gyorsasággal meg tudta volna csinálni ezt a projektet, fölvállalta volna annak a kockázatát, hogyha nem tud időbe elszámolni, nem készül el novemberre, nem tudunk mindent lezárni decemberre, akkor a város egy fillért nem fizet neki, ő benyeli az egészet veszteségbe. Még így is elvállalta volna, hogy megcsinálja ezt a projektet. És a kormányzat csak ül, csak vár, majd írunk választ, és nem adja ki a tanúsítványt, és nem adja ki a tanúsítványt. És ez eljátszotta. Igen. A Gulyás Gergely miniszterelnökségén lévő KFF szándékosan megakadályozta azt, hogy Vásárhelyen ez a projekt megvalósuljon. Szégyen gyalázat. Ennyit tesznek ők az oktatásért. Ennyit tesznek ők a pedagógusokért. Az a szégyen, hogy Magyarország történelme során először idegen guruló pénzek nélkül, idegen guruló eurók nélkül még a saját pedagógusát sem tudja megfizetni. Az unióra kell mutogatni, hogy ha onnan nem jön az idegen külföldi, idegen érdekekből szolgáló pénz, ahogy önök mondják, akkor már a pedagógusoknak se tudnak fizetni. Gyalázat. Jó, tehát nem rajtunk múlott, föl vagyok háborodva, osztom az ön fölháborodását, hogy a vásárhelyi iskolák sokkal többet érdemeltek volna, tessék a kormánynál tiltakozni.